Hazánkban az első pénzérmét Szent István verette. Ezt dénárnak nevezték, és jó minősége miatt egész Európában szívesen elfogadták. A 11-13. Században szinte kizárólag ez a pénznem és az obolus forgott az országban. Az utolsó dénárt 1760-as években Mária Terézia verette. 1325-ben Károly Róbert firenzei mintára adta ki az első aranyforintokat. Ő vezette be a dénárnál súlyosabb ezüstpénzt, a garast, ezeket a pénzemeket első Lajos és első Mátyás is használta, csak más verettel. 1499-től II. Ulászló saját pénzt bocsátott ki. A rendszeres tallérverés 1553-ban indult meg Körmözbányán első Ferdinánd király rendeletére. II. Mátyás dukátus aranyát az erdélyi fejedelemségben is használták. Első Lipót osztrák császár a 16. században Magyarországon is bevezette a krajcát. A Rákóczi szabadságharc idején részpénzeket, poltúrákat verettek. Az első hazai bankot Kossuth Lajos utasítására nyomtatták. Ezen évben került forgalomba az első magyar feliratú pénzérme 5. Ferdinánd képével. Magyarországon az 1892-ben kiadott korona aranyalapú volt. A bankpénztárakban a bankjegyeket kívánságra átváltották aranyra. Az 1927-ben bevezetett pengő története a II. Világháborút követő hiperinflációval ért véget. 1946. augusztus 1-én vezették be a pengő helyett ismét a forintot. Kibocsátáskor ez még aranyalapú volt. A forint váltópénze a fillér volt, amit 1999-ben vontak ki a forgalomból. 2008-ban az 1 és 2 forintos érméket is eltörölték. A Magyar Nemzeti Bank 2009. június 15-én vezette be a 200 forintos érmét, melynek papírformájú elődjét 2009. november 15-éig használható. Hamarosan a forint többi formájától is el kell búcsúznunk, hiszen 2012-re az euró bevezetését tervezik Magyarországon is.